Négy fűtetlen fólia sátorban, összesen 2500 négyzetméteren termesztik a szamócát ezen a nyírpazonyi ültetvényen. Jól látható, hogy a gyümölcsök nagy része még zöld színű, a már érett terméseket pedig a hét elején kezdték el szüretelni. Az már most megállapítható, hogy az utóbbi évek átlagához képest jó minőségben és megfelelő mennyiségben terem az idei földi eper. Legalábbis azoknál a termelőknél, akik a drasztikusan megdrágult alapanyagokat és növényvédőszereket a mostani szezon előtt is alkalmazták. Tavaly, amikor véget ért a szezon és elkezdődtek a palántanevelések, akkor azért már igencsak elkezdtek felfele kúszni az alapanyagárak. Ez nagyon sok palántanevelőt visszafogott a addigi termelési mennyiségébe, így nehezebb volt beszerezni jó minőségű palántát, azt, amit meg be lehetett szerezni, eleve magasabb áron lehetett beszerezni. Ehhez jött még az, hogy ugyan elhúzódott ez a vénasszonyok nyara, tavaly egész jó idő volt még, de a napsütéses órák száma nem volt túl sok. Így általánosságban, akikkel beszélek, más termelőkkel is, az a jellemző, hogy bizonyos fajták nagyon jó mennyiség van, de a nagy átlag mégis az, hogy kevesebb hazai szamóca lesz idén, mint mondjuk tavaly volt. A fűtetlen fóliasátorban termesztett hazai szamóca ára most a szezon elején fajtától függően 2500 és 3500 forint között mozog a nagybani piacokon. A hazai termés helyzetét ugyanakkor kedvezőtlenül érinti a külföldről behozott földi eper. Ezt ugyanis sok kiskereskedő próbálja magyar szamócaként eladni, holott minőségük nem betegszik a hazai gyümölccsel. A magyar szamóca jelenleg jobb minőségű, mint az import. Jobb az íze, frissebb is, és emiatt viszonylag magas áron forgott a nagybani piacon. Tehát egészen a múlt héten is még ilyen bruttó 3 és 5 ezer forint közötti árakról lehetett hallani a nagybani piacon. Úgy gondolom, hogy a hétvégi jó idő, és ez a hét ez valószínűleg egy picit az árat már elkezdi lefelé mozdítani, hogyha megfigyeljük, akkor minden évben az zajlik le a magyar szamócával, hogy május során hétről hétre nő a kínálat, egyre több szamóca érkezik a magyar földekről a piacokra, és azáltal szép lassan csökken az ára. Mindenféleképpen azt el kell mondani, hogy ha a fogyasztó jelenleg magyar szamócával találkozik, ami mondjuk ilyen 1000-1500 forint, vagy mondjuk körüli áron van, ott mindenféleképpen felmerül a gyanú, hogy az úgy magyar, hogy a kereskedő az valamilyen importárut magyarított. Fekete Viktor azt mondja, a változékony időjárás miatt a gyümölcs fertőződése ellen is többet kellett idén védekezniük, emiatt is borsosabb a szamóca ára a szezon elején. Arra ugyanakkor ma már a termelők is figyelnek, hogy csak olyan kiskereskedőknek adják el a gyümölcsöt, akik nem csapják be később a vásárlókat. Korábbi évekhez képest sokkal intenzívebben kellett védekezni. Ilyenkor mindig jön a kérdés, hogy hát akkor mégis mennyi növényvédőszer tartalmaz a szamóca, mert hogy ettől mindenki fél. Én azt szoktam mondani, hogy az a termelő, aki egy jelentős összeget befektet, majd egy egész család egy teljes évet dolgozik vele azért, hogy legyen termésmennyiség, az nem kockáztatja meg azt, hogy tönkre menjen a befektetése, az egész évi munkája, illetve a becsülete azért, hogy olyan növényvédőszert használjon, ami utána káros akármire, főleg, hogy egyébként mi is azt tesszük. Úgyhogy ha valaki betartja az élelmezésügyi várakozási időket, illetve a szabályos felhasználást, akkor nincsen semmi probléma. Az már más kérdés, hogy ezt a piacokon, az útszéleken ki hogyan tudja lekövetni, mert sajnos nem feltétlenül mindig az van a ládába, ami a címkén szerepel. A szamóca ára egyébként nem maradt tartósan 3000 forint körül. A korábbi évekhez hasonlóan május második felétől fokozatosan 2000 forint alá esik az ára, különösen akkor, amikor a szabadföldön termesztett eper is megjelenik a piacokon.